sokkal rosszabb a helyzet, mint az első hullámban volt ilyen értelemben, tehát én biztosan bezárnám most. Azokat az intézményeket, iskolákat, óvodákat, amik az első hullámba. Barna Györgyi Tornaváros vezető háziorvosa azt mondja, sokkal könnyebbűbben kezelik az emberek a jelenlegi helyzetet, mint tették azt a vírus megjelenésének idején. Megítélése szerint szigorúbb intézkedésekre lenne szükség a terjedés megállítása érdekében. Gyermekorvosként arra hívja fel a figyelmet, most a fiatalabb generációk is veszélyben vannak. Az első hullámban a fiatalok nem is vették komolyan. Ez volt a tapasztalat, a fiatalokat egyáltalán nem érdekelte, mivel mindig arról szóltak a híradások, hogy idős betegek, elhunytak, stb. Idős otthonok. És a mostani hullámba pedig, ez is részben azért kétkedésre adhat okot, mert ugye most azt halljuk, hogy a fiatalok a veszélyeztetett réteg. A vezetőházi orvos azt mondja, a távgyógyítás nem ad lehetőséget arra, hogy különbséget tegyenek egy influenzás, egy hőkudutos vagy egy Covid okozta betegség között. Ugyanakkor valószínűsíthetően sokan vissza fognak élni a helyzettel, mert a legkisebb probléma esetén is az oktatásból való távolmaradást kérik az iskolák.